Jonathan Demme, Oscar díjas rendező már bejelentette egyszer, hogy nem fog többet játékfilmet készíteni, marad a dokumentumfilm, mert elege van a Hollywoodból és elege van a stúdiórendszerből, és láss csodát, itt egy új stúdiófilm, itt egy új hollywoodi film Jonathan Demme-től. Ricky rendező vagyok, és ez itt a banda. Ezért ismerjük ezeket a visszavonuló művészeket, ugye hát ugye mi vagyunk a visszavonuló, a búcsú koncertező együttesek őshazája. És a visszatérő, és a búcsú koncert után utoljára visszatérő, igen. Ez a vissza, vagy a visszavonuló utolsó filmemet rendezem, jellegű karaktereket mi ismerjük. Egyébként Jonathan Demme, hát térjen csak vissza, én nagyon szeretem Jonathan Demme-t. A bárányok hallgatnak óta. Az látod, hogy nagyon sok zene ugyanaz a bárányok hallgatnakban, mint a dübörög a szívben, mert ugye arról beszélünk, az a heti premier. She'll have to match wits. I'll help you catch him, Clary. Nekem valahogy ott megállt a Jonathan Demme nagysága a bárányoknál. Egyébként hát miért? Csinált ő előtte is jobb darabokat, ugye volt a Valami vadság. Harley's a mild-mannered executive who's never been far from home. Now Lulu's taking him all the way. Ő ezekben a ilyen vegyes műfajú, kicsit az átlagnál ilyen realistább műfajú filmekben. Szóval mindig voltak ilyen hirtelen feltűnő amatőr szereplők a háttérben, amitől olyan valóságkűbb lett az egész. Ebben is vannak ilyen, kicsit ilyen így a hollywoodi esztétika szerint ilyen bénább alakok a kocsma jelenetben, mert ugye a főszereplő Meryl Streep egy ilyen lecsúszott rocker nénit játszik, aki kocsmákban kamatoztatja a tehetségét. Az ők rocker. Hello. Már próbáltalak hívni. Julia lányunk bajban van. Max otthagyta. Mi? Végül hazatér. Jól is hozza ezt a figurát. Átok sokat gyakorolt, maga Neil Young készítette fel ezekre, tehát hogy autentikusan adja. Jó, hát Jonathan Demme az ugye dokumentarista jelleggel szeret filmként csinálni. Csinált is eleget, igen. És, például Neil Youngról. Igen, tehát és ugyebár ebbe a filmbe mindent élőbe vettek fel. Tehát nincs ilyen utókezelések, meg utóvágások, meg trükkök. Tehát ő úgy szeret rendezni, hogy az ott zajlik a folyamat, és azt, hogy ez látszik is a filmen. De miért érzem azt, hogy ez egy gonoszság jön? Nem gonoszság, inkább egy ilyen rezignált, ilyen szomorkodó kritikai észrevétel, hogy egyébként ez baromi unalmas és középszerű filmről van szó. Mi történt? Max azt mondta, szerelmes lett egy Nicole nevű lányba. Összeszedi magát, mindig kemény csaj volt. Muszáj volt neki. Ugye Meryl Streep ismét egy olyan karaktert játszik, tehát egy brillírozik ebben a rocknagyban a szerepben, ugye korábban ilyet nem játszott. De hol a történet, hol vannak a poénok? Na, nekem tetszett a film. Nekem tetszett. Mi tetszett benne, Gézzel? Hát, ha már így magunk között vagyunk. Tehát, kikapcsolt, igen. Tehát pontosan az, hogy persze, zenégetünk itt, ott eladott zenék, és azok adják a hangulatot, az életérzést ennek a filmnek. Ez nem egy sztori központú valami. Kis lötyögés, nem? Ilyen igen, de ezt én élveztem. Tehát alapvetően ez egy ilyen játékos dolog. Tök jó, hogy valaki meg ilyet csinálhat egyáltalán. Hozhatok még egy martinit? Igen, de ne csak egyet. Ráérősen nyomják a semmit. Tehát az, hogy a 60 pluszosok elfűvezgetnek a tehetős nappaliban, és nagyokat nevel ilyen. Felnőttek lettek. Attól, hogy egyszer elszúrtad, még újra nekifuthatsz. Én szigorú leszek, de ezek szerint nem. Na, mondod szigorú pontot. Én azt mondom, hogy ez 5. De ahogy is tudod, mire adtunk 5 pontot ilyen? Mire adtunk 5 pontot? Steven Seagal filmekre adtunk. Steven Seagalra, de jó Steven Seagal. Na, az hiányzott, hogy az öreg Seagal itt megjelenjen, ő is nagy zenész. Mondok 7-et, és akkor legyen 6. Tudom, hogy 7-et fog mondani. Jó, legyen 6. Kapsz egy üzleti jellegű ajánlatot, erre te megzsarolod az ország egyik legbefolyásosabb vállalkozóját. Lehet, hogy nincs hozzászokva ez a stílushoz. Új magyar film a mozikban, ugye az új magyar filmeket, tehát ilyen kitüntetett figyelemmel követjük, úgyhogy Csákvárig ezzel is mondja, hogy mit gondol a Weekendről. Az első magyar thrillerről, ugye, amit így... Ez az első magyar, de valóban ez a... Ez el van döntve? Ez már rég el van döntve. Szerintem egy kicsit megtévesz, nem voltak nekünk ilyen... Hát voltak ilyen tévéfilmes... Mert a dökkesei az mi volt? Ez mi volt? Bocs! Találtsége? Az persze. De mondjuk a Bernie követ is az volt valamilyen szinten, meg azért a vizsga is valamilyen szinten. Igen, nem a vizsga, igen, minden szinten. Válasz? Igen? Kérem a rádió. Az első magyar valami. Az első magyar thriller, egyben pesti kemény csávók meg lányok,
egy lány, aki Grilus Dork alakít, elmennek Erdélybe és ott bajba kerülnek. Na büdös paraszt valami hullával a platóján, te még engem vádolsz? Ebből, hát ebben a kategóriában készségtelen, hogy az első, igen. Megtaláltuk őket, igen. Halottakat! Ne nézz rám! Grilus Dorka szerintem jó ebben a kemény szerepben. Meglepődöm Simon Cornélon is. És Árpa Attila is remek gangster, vagy bérgyilkos, nem tudom mi, handler tud lenni. A sztori az, több fordulat van benne, mint a 24 egy évadában a két óra alatt, de hát Istenem, ez ilyen a magyar thriller. Hát szeretjük, mert a miénk. Igen. De egyébként nekem nincs az a bajom, hogyha valaki ilyen zsánerfilmeket, úgymond B-kategóriás zsánerfilmeket akar csinálni. Én sok jobban örülök egy ilyennek, mint egy B-kategóriás zsánerfilmnek, amely komédia. Szerintem legalább jó volt, mint a Jonathan Demme film, így hát akkor legyen ez is 6 pont. Biztosnak kell lennünk abban, hogy az ügyfelét elítélik másodfokon.